Mit szól hozzá, tanár úr, hogy milyen népszerű? Rengeteg e-mailben követelték a nézők már napok óta, hogy mikor jön, mert hogy hát arra az adásra különösen kíváncsiak. Ezt a népszerűséget úton útfélen tapasztalja? Hát egy kicsit meglep. Valamit tapasztalok belőle, egy kicsit meglep, mert hát még mindig nem értem, hogy miért örülnek az emberek annak, hogy elméleti fizikáról hallanak, de az érdekes az, hogy a közvetlen kollégáim részéről pozitív megjegyzéseket hallok vissza. Azt gondolom, az önök szakmájában is nagy szó. Hát azért csak versenytársak vagyunk, hát mostan a másik szereplésére miért mondaná az ember jót? Nem mond rosszat se, de hát miért beszélne a másik szerepléséről egyáltalán? És ennek ellenére az elmúlt napokban közvetlen kollégáim mondták, hogy láttak, vagy hallottak rólam, vagy valami ilyesmi, és pozitívan nyilatkoztak. Jó ég tudja, hogy miért. Amikor decemberben elkezdtük ezt a beszélgetést, bemutattuk a nézőinek ezt a most is a bevezető képsoron már látható volt kicsi-nagy mutatót, azért megismételjük csak azért, hogy körülbelül lehessen látni, hogy hogyan halad a kicsi a nagy felé, és azért idézzük vissza, mert a mikrovilág és a világegyetem törvényeiről fogunk ma este beszélgetni, méghozzá azért, mert a két világ törvényei állítólag nem passzolnak egymáshoz. Egy valószínűleg elfogult ember, egy bizonyos John Gribbin nevű fizikus, tudományos író, azt mondja Schrödinger macskája című könyvében, idézem, ha a relativitás elméletről írott összes népszerűsítő könyvet és cikket egymás mellé tennénk, a sor talán a Holdig is elérne. Ha viszont a kvantumelméletről írott összes népszerűsítő könyvet és cikket tennénk egymás mellé, akkor azok valószínűleg elférnének az író asztalomon, mondja tehát John Gribbin. Mi ennek az oka? Bennünket, hozzá nem értő embereket vajon miért érdekel jobban a világegyetem, mint az atomok világa? Azért, mert mondjuk a csillagok azok látványosabbak, mint a részecskék? Hát ez biztosan az egyik nagyon fontos ok, és emiatt van az, hogy a csillagászat régebbi. Hát ugye az ember 1000 évekkel ezelőtt is fölnézett az égre, ott látott valamiket, ha egy ideig nézte, akkor látta, hogy mozognak, és az elkezdte izgatni, hogy az mi. Hát atomokat mióta látunk? Semmióta. Hát semmióta, de mostan mondjuk 100 éve a műszerek ki tudják őket mutatni. Előtte az atomok az egy elképzelés volt maximum, az egyik filozófus jött és azt mondta, hogy az anyag atomokból áll, a másik jött és azt mondta, hogy nem áll atomokból, és ez most miért izgatta volna az embereket, míg a csillagokat látta, de ez csak egy ok. Egy másik ok az az, ugye mondok 3 dátumot. A gravitáció elmélet megalkotása 1687, ezt most el is felejthetjük, az régi. A relativitás elmélet, a speciális relativitás elmélet 1905, éppen az első világháború előtt. A kvantummechanika 1925 vagy 26, éppen az első világháború után. Einsteinből 1918-ban már vita lett, meg politika lett, a kvantummechanika egy kicsit később jött. És azért az nem váltott ki olyan nagy izgalmakat. Uh-huh. A relativitás elmélet, ugye mi is beszéltünk itt már a relativitás elméletről az elmúlt hónapokban, a kvantum elméletről még nem. Elárulná, hogy mit jelent ez a szó, hogy kvantum elmélet, kvantum mechanika? Ez egy 1900-ban csinált műszó, a kvantum egyszerűen latinul annyit jelent, hogy mennyiség. Mivel, hogy a Planck 1900 legvégén, december 14-én rájött arra, hogy az atomi rendszerek csak adagokban képesek mondjuk energiát fölvenni, energiát leadni, változásokat szenvedni, határozott adagokban, és akkor azt mondta, hogy hát a kvantum fizikáját fogja megcsinálni, és akkor ez úgy rajta ragadta az egész szakterületen, és most a kvantum már kicsit jelent, pedig hát az latinul egyszerűen egy mennyiség. Mit jelent az, hogy adagokban? Hát képzeljünk el egy atomot, mondjuk egy hidrogén atomot, én azt birizgálom, energiát adok neki, akkor hogy nőhet meg az energiáját? Mindenki el tudta képzelni, hogy mondjuk az elektron messzebb kering a protontól, és akkor nagyobb az energiája az atomnak. És az derült ki 1900 és 1905 között, hogy csak
határozott lépésekben lehet a hidrogénatom energiáját megnövelni, közbelső energiamennyiséget nem is hajlandó fölvenni. Leadni se. Jók a kérdezek? Ez a kvantumfizika. Ugye van a Planck állandó, amit H-nak hívnak, hatáskvantumnak hívják magyarul, véletlenül egyezik a kezdőbetű, ez véletlen, és az azt mondja, hogy a hidrogén atom csak úgy képes újabb és újabb állapotokba menni, hogy a perdülete, tehát impulzus momentum, hogyha egy kicsit mérnökiben fejezem ki magam, az a H egész számú többszöröse legyen. Hogy lefordítsam, ez körülbelül annyit jelent, mint hogyha egy autó csak mondjuk 50-nel, vagy csak 70-nel, vagy csak 90-nel tudna menni, de 55-tel, meg 74-el, meg 93-mal nem. Valami ilyesmi. Na mostan az autó persze tud, akkor is, hogyha 1-es, meg 2-es, meg 3-as sebességbe teszem, akkor is, ha gyötröm, akkor valamilyen közbülső sebességekkel megy. A hidrogénatom azért nem tud, mert az egyetlen egy atom. Az autó meg azért tud, mert az nagyon sok atomból áll, és akkor úgy kiátlagolódnak a dolgok. Na mostan azt megkérdezni, hogy ez miért van így, az egy érdekes kérdés, de arra én nem tudok válaszolni. A természet törvényei valami ilyesmit írnak elő. Mi a természet törvényeit most ismerjük meg? Tehát nincs egy kinyilatkoztatás, ami közli velem, hogy mi a természet egyik törvénye. Nekem meg kell nézni, hogy mit csinál a hidrogénatom, és abból vonták le ezt a következtetést 1900-tól 1912-ig vagy 13-ig lépésekben, hogy azt mondták, hogy a hidrogénatom perdülete csak a H egész számú többszöröse tud lenni, és emiatt van az, hogy az energiája csak annyit tud lenni, amennyi. Hogy miért? Hát ilyen a természet. Hogy hívják egyébként ezeket a kicsi részeket? Ugye atomról, protonról, neutronról már hallottunk, meg ezt meg is beszéltük pár hónappal ezelőtt, de a még kisebbeket hogy hívják, és azok mit csinálnak? Na hát akkor először azt mondanám, hogy az atom az egy nagyon rossz elnevezés, most már tudjuk, mert az annyit jelent, hogy oszthatatlan, atomos görögül. És a görögök tényleg úgy képzelték el, hogyha egyáltalán vannak atomok, akkor azok a legvégső, már oszthatatlan részek. Na mostan ezt körülbelül a 19. században mi is így képzeltük, és akkor 1897-ben sikerült először egy atomból egy elektront kiszedni, ilyen katócsugár csőféle izével, és akkor fokozatosan rájöttek arra, hogy az atomban van egy proton és egy elektron, illetve a nagyobb atomokban több proton, több elektron, aztán rájöttek, hogy a proton mellett neutron is van, és ezzel így elvoltunk a 60-as évekig. És a 60-as években a részecske fizikusok azt mondták, hogy túl sok az elemi részecske. Tudnélik, hát ők már akkor gyorsítós kísérletekben valami 200 féle részecskét láttak, és azt mondták, nem létezik, hogy 200 féle oszthatatlan összetevőből állna az atom, vagy az anyag, tehát valószínűleg a protonok meg a neutronok is állnak valamiből, a legjobb tudomásunk szerint az elektron továbbra is oszthatatlan. És akkor az volt az elmélet, hogy a protonok hármasával állnak valami kvarknak nevezett izéből, és a neutronok is. Hát az már a kisebb rész, a kvark. Hát, hogy kisebb-e, az egy érdekes kérdés. De minden esetre három van a protonban. Mert lehet, hogy a tömegük például nagyobb. De lehet, hogy ezek a kicsik is végtelenek? Persze. Tökéletesen lehet, de most itt tartunk. Tehát a helyzet az, hogy protonokat, elektronokat és F-féle részecskéket most három vagy két kvarkból képzelünk el. De akkor mik azok a bozonok? Egy pillanat, azonnal mondom. Csak még annyi, hogy a protonokban, ha úgy tetszik, elektronmikroszkópiával lefényképezték a három kvarkot. Tehát nagyon nagy energiájú elektronsugarat eresztettek rá, és tehát akkor... Tehát ez már akkor bizonyítatott. Ez gyakorlatilag bizonyítva van, de nem lehet kiszedni belőle. Mert ha egyet megpróbálunk kihúzni a három közül, akkor a másik kettő egyre nagyobb erővel húzza vissza.
és nem hajlandó elszakadni. Ennek bármiféle gyakorlati jelentősége van? Hát annyi van, hogy egy kvarkot nem tudunk önmagában megvizsgálni. Mindig ez baj? Csak, hát könnyebb lenne megállapítani a tulajdonságait, hogyha izolálni tudjuk, ugye? Na, tehát a helyzet tehát az... van a kvark, az annál is kisebb egység? Azt nem tudjuk. A kvark az utolsó, hát amit még tudunk? Az utolsó, amiről tudunk. Na mostan viszont azt kérdezte, hogy mik a bozonok. Igen. Meg ferminonok. Ilyeneket írtam föl. A kvark az fermion, az elektron is fermion. Ez azt jelenti, hogy az elemi perdülete neki, az a H felének az egész számú többszöröse. Mi a H? Ez a hatáskvantum, amiről az előbb szó volt. Ez rövidítve az a H. Igen, amit a Planckék megtaláltak. Na mostan a bozonok, azok a H egész számú többszörösének megfelelő perdülettel rendelkeznek, és akkor erre mondhatja azt a hallgató, hogy hát nem olyan nagy különbség. De van egy nagy különbség. A bozonok azt szeretik, hogyha egymás mellé rakjuk őket csőstül, halomba, és ugyanolyan energiával, és nem tudom mivel, és ettől jól érzik magukat. A protonok nem hajlandók azonos állapotba belemenni ugyanazon a helyen. Egy kicsit antropomorfan azt mondom, hogy kilökik egymást onnan, és ezért a megfogható anyagban mi a fermionokat érezzük, míg a kölcsönhatásban a bozonokat. Mert azok nagy tömegben csüstül. Tehát a bozonok a kölcsönhatás közvetítő részecskék, igen, a fermionok pedig az anyag részecskék. Igen, valahogy így lehet mondani, igen. Uh-huh. De mind a kettő részecske. Igen, ezt értem. Gribin ebben az említett könyvében azt is írja, megint csak idézem, hogy a kvantumelmélet a természettudomány legnagyobb vívmánya, sokkal több gyakorlati következménye van, mint a relativitás elméletnek, és sokkal jelentősebb annál. Ezzel ön egyetért? Tényleg a legnagyobb vívmány tényleg jelentősebb, mint Einstein elmélete? Lehet az? Nem hiszem, hát ez erre annak idején, amikor hallgató voltam, akkor az egyik vizsgán, az egyik hallgatónak föltette a vizsgáztató egy kicsit hasonló kérdés, termodinamika melyik főtétele a fontosabb, és erre azt válaszolta a vizsgázó, hogy ez olyan, mint a galamb szárnyai, mind a kettő fontos, de különösen a bal, mert azzal fordul. Na szóval a helyzet az, hogy ez két alapvető elmélet, a legjobb tudomásunk szerint mind a kettő alapvető, azzal azért többé-kevésbé egyet tudok érteni, hogy jelenleg a kvantumelméletnek több közvetlen gyakorlati alkalmazását látjuk, mint tudom én, elektronikában és efélében, mint a relativitás elméletnek. Miért? Hát azért, mert nem szoktunk nagy sebességekkel mozogni, ugye? Még nem vagyunk hozzászokva. Lehet, hogy 500 év múlva éppen az ellenkezőjét fogják mondani az emberek ennél. Állítólag Gribin szerint a kvantummechanika nélkül nem tudnánk atomerőművet tervezni, lehetetlen lenne lézer produkálni, nem ismernénk a DNS szerkezetét. Tényleg így van ez? Ez így van, csak megint a galamb szárnyai, különösen forduláskor. Az atomenergia felszabadítását Einstein jósolta meg az E egyenlő mc négyzetképlet felhasználásával, és az nem kvantummechanika, az a lehető legtisztább speciális relativitás elmélet. De akkor a relativitás elméletnek mi a gyakorlati haszna? Hát az atomerőmű, az atombomba. Azok a részecske gyorsítók, nem a nagyok, mert hát, hogy annak gyakorlati haszna van-e vagy nem, az egy kérdés. Elméleti haszna nagyon nagy van, de a kicsik, amivel mondjuk rákos daganatot lehet operálni. Mert hát már van akkor, ami elfér egy asztalon. Tehát a relativitás elmélet most is mond nekünk ilyeneket, meg hát azért az elektronika is használ nagysebességű elektronnyalábokat, aminél már a relativitás elméletet figyelembe kell venni. Kétség kívül a tranzisztorban több a kvantummechanika, mint a relativitás elmélet, szóval... Így néz ez ki. Itt van ez a híres macska, a kvantumfizika egyik atyának, Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikusnak a képzeletbeli macskája, amellyel állítólag azt a tényt próbálta érzékeltetni, hogy a kvantummechanika alapállítása szerint semmit sem mondhatunk arról, mit csinálnak a dolgok, amíg meg nem nézzük őket. Ezt hogy kell érteni?
Hát ezt először is azt mondom, hogy ha valaki megpróbálja megérteni, akkor fönnáll a veszélye annak, hogy meglódul neki az agya. Nem azt mondom, hogy nem kell megérteni, csak azt mondom, hogy óvatosan. Miért ez baj, hogyha meglódul az ember agya? Ha nagyon meglódul, akkor baj. Rögtön mondom, hogy miért. A következő van. A kvantum elmélet szokásos leírása, tehát amit 1925-ben meg 32-ben megalkottak, és többé-kevésbé most is abban élünk, az a következőt mondja. Van egy egyenlet, ami leírja, hogy hogy fejlődik a hullámfüggvény, tehát az, ami a részecskének van ahelyett, hogy ilyen pontnak, meg kőnek, meg nem tudom minek képzelnők el. Tehát van ez az egyenlet, de ebben az ez az egyenlet csak addig írja le a hullámfüggvény fejlődését, amíg nem mérünk. Amikor mérünk, akkor valami történik a hullámfüggvénnyel. Ez van az előző állítás mögött. Na most, hogy ez igaz vagy nem igaz, az megint egy érdekes kérdés. Hát honnan tudjam én, hogy mi az igaz? De ennek a trükknek a felhasználásával jó jóslatokat kapunk atomok sugárzására meg efélére, tehát ez többé-kevésbé úgy néz ki, hogy igaz. Na most. Hogy függ ez össze a macskával? Hát éppen arról van szó, hogy ki tud mérni. Tud-e mérni egy élettelen tárgy? Tud-e mérni egy mérőműszer? A kvantummechanika nagyjai azok úgy építették föl a formalizmust, hogy mérni csak tudat tud. Na mostan nem az emberi tudat. A tudat, hát nem biztos, hogy csak az embernek van. Jó, megint. Az embernek van, az biztos. Na most, hogy ez igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudjuk, de amit ebből kaptunk, az eddig összhangban volt a tapasztalattal. Na most ebben a pillanatban viszont a helyzet az, ugye a macska be van zárva egy kabinba, a kabin egy rakétán van, a rakétát föllőjük és repül. Milyen állapotban van most a macska? A válasz az, az ortodox kvantumelmélet válasza, hogy ezt addig nem tudjuk meg, amíg a rakéta le nem ér, ki nem nyitjuk a kabint és meg nem nézzük a macskát. Tudnélik, amikor ő repül az űrben, akkor nincs emberi tudat a környéken, nem néz rá, tehát nem történik mérés. Ebből táplálkozik aztán a Schrödinger féle példa, és annak nagyon sok bonyolult fajtája van, betesznek valami bombát, nem lehet tudni, hogy a bomba fölrobbant vagy nem, nem lehet tudni, hogy megölte a macskát vagy nem, és azért mire a rakéta megérkezik, a kvantummechanika szerint 50%-ban döglött a macska és 50%-ban élő. Amennyiben? Hát mondjuk 50% volt az esélye annak, hogy a bomba az alatt fölrobban. Ha fölrobbant, mondjuk mi, akkor megölte a macskát. Nem értem továbbra sem, mi ebben a nagy felfedezés, amit most a rakétával elmondott, valóban föllövik a macskát, és csak akkor állapítható meg, hogy él vagy nem él, ha lejön a rakéta, és kinyitják az ajtót. Nem, a kvantummechanika nem ezt mondja. A kvantummechanika azt mondja, hogy addig, amíg ki nem nyitottuk, és rá nem néztünk, addig ő sem tudta, hogy éle vagy halt. Tehát a macska az egy kevert kvantummechanikai állapotban van, egy eleven és egy döglött macska 50-50%-os valószínűséggel, mert nem néztünk rá. Ja, vagy úgy, tehát ez olyan tulajdonképpen, mint a filozófiában a szubjektív idealizmus, tehát hogy tőlünk független valóság nincs, ezzel azt mondja? Nem én mondom, ezt az ortodox kvantummechanika, mondjuk a Schrödinger mondja. Én nem vagyok kvantummechanikus, én hogyha valami vagyok, akkor relativista vagyok, de tényleg ezt mondja a hagyományos kvantumelmélet, ez csak annyiban, kettőben különbözik a szubjektív idealista filozófiától. Az egyik az, hogy ez egyezik a mérésekkel, míg a szubjektív idealista filozófiáról ezt nem tudjuk. Tehát az egyedüli valóság tulajdonképpen az érzékelés, a képzet, a fogalom. Igen, de a másik, amiben ez különbözik a szubjektív idealizmustól, hogy egy szubjektív idealista azt mondja, hogy csak én létezem, meg az én tudatom,
A kvantummechanika elismeri, hogy minden tudattal rendelkező ember tud mérni, csak azt mondja, hogy kizárólag tudattal rendelkező lények tudnak mérni. Uh-huh. Tudattal nem rendelkező lények nem tudnak mérni, tehát ha egy csimpánzot valahogy be tudnánk ültetni a mérőműszer mögé, akkor kellően ügyes méréssel el tudnók dönteni, hogy a csimpánznak van-e tudata, mert a megmért részecskének a viselkedését megváltoztatná-e vagy nem az, hogy egy csimpánz ránéz a mérőműszerre. Tehát a mérőműszer önmagában nem mér. Uh-huh. A mérést az a tudat végzi el, amelyik a mérőműszert használja. Ezt mondja az ortodox kvantummechanika, hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudjuk, annyit tudunk, hogy a megfigyelésekkel eddig összevágott, és akinek ez nem tetszik, az valami bonyolultabbat próbál kitalálni, hogy a tudat felhasználása nélkül is menjen valamire, mert hát fizikusnak azért olyan kínos, hogy tudatról kell beszélni. Uh-huh. De mi az, hogy a mindennapi világunkban jól ismert fizikai törvények már nem működnek a kvantummechanika világában? Hiszen korábban ugye arról beszéltünk, hogy a Földön ismert fizikai törvények nem működnek a világegyetemben, vagy másként működnek, hogy a newtoni fizika más, mint az einsteini fizika. Akkor tehát tulajdonképpen most abból adódóan, amit itt elmondott, háromfajta fizika van, van egyszer a részecske fizika, a normál, az általunk is tapasztalt fizika, és a harmadik pedig a világegyetemé? Így is lehet mondani. És ne engedj, hogy bebeszéljen. Nem. Többféleképpen lehet hármas osztást csinálni. Egy másik hármas osztás a következő. Van a relativitás elmélet, amiben megjelenik a fénysebesség. Van a kvantumelmélet, amiben megjelenik a hatáskvantum, mint természeti állandó, és van a gravitáció elmélet, amiben megjelenik a gravitációs állandó, és akkor ebből a háromból lehetne valahogy összekombinálni az igazi fizikát, de erre képtelenek vagyunk, mert eddig a legnagyobb erőfeszítéssel is csak kettőből tudunk kombinálni, bármelyik kettőből tudunk kombinálni egy egyesített elméletet, mind a háromból nem. Na most a másik, ez a nagy, közepes és kicsi, ez meg azt mondja, hogy van az egészen nagy, ami mondjuk a világegyetem, meg a csillagászat, meg nem tudom mi, van az egészen kicsi, ami az atomok fizikája és attól lefelé, és van közbül, ami szokásos fizikánk, ami egy kicsit, ez egy kicsit, az egy kicsit, egyik se. Mi, ahogy megszületünk és fölnövünk, akkor mi ezt a közepes világot szokjuk meg. És a nagyon kicsiben látott törvények is, és a nagyon nagyban látott törvények is idegenek. Azokat megtanuljuk az iskolában, az egyetemig bezárólag, és akkor megszokjuk őket. De amit érzünk, az a köveknek a fizikája, amiket elhajítunk, és akkor azok kemények, és röpülnek, és nincs hullámfüggvényük, és nem közelítik meg a fénysebességet, és nem húzódnak össze, és efélik. Megszavaz nekem még mondjuk 5 perc műsoridő túllépés, mert körülbelül most tartunk a végénél, de még lennének röviden kérdéseim. Van még itt egy érdekesség, és miért eljutnánk az induló kérdés megválaszolásáig, magyarázza meg ezt nekem. Látunk a képen most mindjárt néhány egyenletest, a híres Lorentz transformációt, ez a Schrödinger egyenlet, ugye? Néhány olyan egyenletet, ami a világegyetem keletkezését írja le, ez például. Hol vannak ezekből a számok? Mert hát csak éppen, hogy vannak benne számok, csupa betű meg jel, szóval olyan krikszkraksznak mondanám, az iskolában nem ilyen egyenletet tanultunk. A matematika, és akkor kérdezem a példát észlelve, hogy nem számokkal dolgozik, mert ezek ugye azért mégiscsak matematikai egyenletek. Ezek matematikai egyenletek, de a fizika matematikai egyenletei. És ez egy óriási nagy különbség. A modern matematika is tele van betűkkel, hát görög betűket, meg gót betűket, meg nem tudom miket használunk, mert annyi sok szimbólumra van már szükség, hogy arra már a latin ABC sem elég, nem hogy a 10 szám. De ugye a helyzet az, a matematika az különböző fokozatai vannak. Amikor az ember gimnáziumba jár, akkor megtanulja a négyzetgyökvonást, és akkor büszke rá, hogy ilyen bonyolult dolgokat tud elvégezni.
Akkor aztán jön a magasabb matematika, ami szimbólumokat vezet be, és halmazokat, és nem tudom miket. Na most, amikor jön a fizika nyelve matematikai. De a fizika nem matematika, csak az a nyelv, amit használunk rá, az matematika. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy egy atom csak a H egész számú többszörösében tud energiát fölvenni, akkor a H jelképezi azt az adagot, aminek az egész számú többszörösét tudja fölvenni. A modern fizikában nagyon sok ilyen izé van, és akkor erre természetesen betűket kell bevezetni minden egyesre külön, és az ember időnként abba a helyzetbe jut, hogy nincs elég betűje. Egyébként ön tudja, hogy melyik betű mit jelent? Hát a legtöbbről. A legtöbbről, de hát emögött szakmai gyakorlat áll, meg 5 évi egyetemi, nem is oktatás, hanem vizsgázás annak idején, akkor az embernek nagyon sok mindent meg kell tanulnia. Szóval eljutottunk oda, amit ugye értetlenkedve hall az ember, hogy a fizika két tulajdonképpen világ leírás között szakadt szét, a kvantummechanika és az einsteini relativitás elmélet között. A kvantummechanika ugye ragyogóan működik az atomok és a részecskék szintjén, a relativitás elmélet nem kevésbé ragyogóan a csillagok szintjén, törvényeik összeegyeztethetetlenek, már hogy ennek a kettőnek, és a híres nagy egyesítésre várnak. De miért nem egyeztethető össze tulajdonképpen ilyen értelemben leegyszerűsítve a kicsi meg a nagy világa? Hogy lehet az, és mi lehetne a nagy egyesítés? A valóságban csak, na mostan a végső igazságról beszélek, amire én magam azt mondom, hogy nem ismerem, mert honnan ismerném, hát nem állok a végső igazsággal beszélő viszonyba. De azért úgy gondoljuk... De ha még ön sem, akkor ki? Senki. Senki? Senki. Hát ezt fokozatosan meg kell ismernünk. Nincs rövid útrövidítés, nincs rövid zár. Ha csak azt nem gondoljuk, hogy valaki képes megsejteni a világlélekkel való egységben, vagy valami ilyesmi. De tudja az bárki is, hogy hol keresse a hiányzó láncszemet? Sejtjük. Sejtjük. Na de szóval a következőről van szó. Képzeljük el, hogy mi a kicsi felől kezdünk menni a nagy felé. Akkor amikor a kicsi világot tanulmányozzuk, akkor a nagy méretek fizikája csak beszűrődik. Tehát csinálunk egy világleírást, amiből valami hiányzik, mert nem vettük észre. Amikor a nagy felől indulunk el, akkor ugyanez történik, csak fordítva. És ezért van az, hogy a fizika néhány különböző területe nem egészen ér még össze. Ez ugyanolyan, mint amikor a nyugatinál 80-as évek közepén csinálták a fölüljárót, és két felől kezdték el építeni, és aztán kiderült, hogy 20 centire nem stimmelnek egymással. Ez a nyugati pályaudvarnál. Nyugati pályaudvarnál, igen. És az egyik felét le kellett bontani és újraépíteni, pedig csak 20 centire nem értek össze. Ugye a helyzet az, hogy amikor a kicsiből építkezünk a nagy felé, valamit nem látunk meg a nagy dolgok közül, amikor a nagy felől építkezünk a kicsi felé, valamit nem látunk meg a kis dolgok közül, és hát ehhez az kellene, hogy néhány ember, aki teljesen különböző területekkel foglalkozik, úgy tudjon egymással beszélgetni, mint az ember agyában a gondolatok, mint egy ember agyában a gondolatok, és ez egyelőre nem megy. Nem lehet az, hogy kell ez egy olyan nagy elme, mint amilyen Einstein volt. Az ő agyában, ha ez megfogalmazódik, mert ugye az ő agyában a gondolatok nyilván beszélő viszonyban vannak egymással, akkor végül is egy csapásra válasz kerülhetne erre, Einstein, vagy választhatnának erre. Einstein jobb és bal féltekéje állítólag sokkal inkább beszélő viszonyban volt egymással, mint az átlag emberé. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez igaz, de ezt én hallottam. Einstein méretű zseni az mondjuk évszázadonként van egy. Hát akkor itt lenne az ideje. Lehet, hogy 10 év múlva elkészül a nagy egyesítés. Körülbelül sejtjük, hogy milyen lenne. A formáját nem sikerült megsejteni. Egy csomó jóslatát sejtjük. És mi van akkor, ha ez a nagy egyesítés megtörténik? Mit jelent az a világ számára? Hát az azt jelenteni, hogy egy csomó dolgot ki tudunk számolni. Az univerzum keletkezését is jobban le tudnók írni, de hát az végül is nem tudjuk ellenőrizni. De egy egészen furcsa dolgot mondok, a baktériumok viselkedését
valószínűleg azért nem tudjuk 100%-ig még leírni, mert a kvantumelmélet, a relativitás elmélet és a gravitáció elmélet egyszerre való használata nem megy ebben a pillanatban. Szóval lesznek olyan területek, amiket ez le fog írni, míg a mostani részelméletek nem írják le. Hát megint sokat tanultunk öntől, tanár úr. Ön nagyon sokat tud, tényleg elképesztő, hogy mi mindenre tud válaszolni. Hát nekem ez a dolgom. Engem ezért fizetnek, nem? Hát nem tudom. De szerintem ön, ha nem fizetnék is, akkor is ezekre a kérdésekre folyton folyvás keresné a válaszokat. Hát ha nem fizetnének, akkor valamiből meg kellene élnem, és akkor nem lenne rá időm. És úgy fizetik, hogy van annyi ideje, hogy folyton folyvást ezeken töprenket? Ezek, hogy mondjam, veszélyes kérdések, mert hogyha az ember azt mondja, hogy megvan elégedve, akkor esetleg lecsökkentik a fizetését. Ha meg azt mondja, hogy nincs megelégedve, akkor szégyenbe marad, hogy itten sír. Köszönöm szépen, hogy itt volt, találkozunk pont egy hónap múlva, március utolsó hetében.